Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület tagjait, valamennyi meghívott vendéget és a kedves televízió nézőket. A jelenléti alapján megállapítom, hogy 10 képviselő megjelent, távolmaradását bejelentette Gyurcsák János alpolgármester úr. Az ülés határozatképes, az ülést megnyitom. Tisztelt képviselőtestület, indítványozom, hogy a képviselőtestület a kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően tárgyalja meg a napirendeket azzal a változással, hogy egy további napirendi pont kerüljön felvételre 22. napirendi pontként. A javaslat a 2022. évi lakossági víz- és csatorna szolgáltatás támogatására való pályázat, tehát az ECR-ra kiírt pályázat benyújtására. Először indítványozom a módosító javaslat elfogadását, aki egyetért a napirendi pont felvételével, azt kérem jelezze, igen, nem. Tartózkodás egyhangúra került elfogadásra. Kérdezem, hogy van-e valakinek további napi rendi ponti javaslata? Ha nincs, akkor egyben teszem fel szavazásra a teljes napi rendi pontot, pontokat a pótnapi renddel együtt. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze, igen, nem, tartózkodás egyhangúra került elfogadásra. Tisztelt képviselőtestület, javaslom, hogy a 18-21 napirendi pontokat, tehát 18-tól 21-ig terjedő napirendi pontokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján zárt ülés keretében tárgyalja meg a képviselőtestület. Aki ezzel egyetért, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodás egyhangulat került elfogadásra. Tisztelt képviselőtestület, február 25-én, azaz holnap lesz a kommunizmus áldozatainak emléknapja. Ezen a napon emlékezünk a több tízezer családjától elválasztott és kényszermunkatáborba hurcolt honfitársunk, a koholt vádak alapján mészárszékre küldött nemzettársainkra, az ellenállóként mártír halált halt hősökre. Együttérzésünk jeléül kérem, hogy egy perces néma felállással tisztelegjünk az áldozatok és a hozzátartozóik előtt. Köszönöm. Tisztelt képviselőtestület, megkérem jegyző urat, hogy a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről adjon tájékoztatást. Január 28-án tartotta éves beszámoló közgyűlését a Bajtársi Egyesület, amely eseményen Szepesi Tibor polgármester köszöntötte az egyesület tagjait. Szintén 28-án a Déréné Kulturális Központban került megrendezésre a Szentanai Sámuel Református Gimnázium, Technikum és Kollégium végzős tanulóinak szolgálgató ünnepsége, ahol Szepesi Tibor polgármester és Pánti Ildikó képviselő is jelen volt. 29-én a Városi Sportcsarnokban rendezték meg a Kelet-Magyarországi Régió Diák 1 és Diák 2 szabadfogású birkozóverseny, amely egyben a 25. Kurusz testvérek és a László Márton birkozó emlékverseny is. A sporteseményen Szepesi Tibor polgármester mondott köszöntőt, ahol Nagy László Erzsébet és Pánti Ildikó önkormányzati képviselők is részt vettek. Február 4-én Szepesi Tibor polgármester köszöntötte a Diákolimpia megyei úszóversenye döntőjének résztvevőit az Akácsliget Gyógy és Tanfüggő úszodájában. 9-én a Déréni Kulturális Központban az Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub tagjai részére Szepesi Tibor polgármester adott tájékoztatást a városban zajló beruházásokról, fejlesztésekről. 11-én a Múzeumparkban Szepesi Tibor polgármester és Sári Kovács Szilvia alpolgármester koszorút helyezett el Györfi István néprajztudós és Mándoki Kongor István turkológus emlékművénél születési évfordulója alkalmából.
11 és 18-a között a Györf István Katolikus Általános Iskola szervezésében került megrendezésre a Györfi Napok 2022 elnevezési rendezvénysorozat, aminek eseményein Molnár Pál és Pánti Ildikó képviselő képviselték az önkormányzatot. 12-én a Karcagi Nyugdíjas Barátok Egyesületének éves beszámoló közgyűlésén Szepesi Tibor polgármester köszöntötte az egyesület tagjait. 18-án szintén Szepesi Tibor polgármester fogadta a Városháza előtti téren a Szent Pál Marista Általános Iskola, valamint Tévűző Farsangi felvonulásának résztvevőjét. A felvonulás a Múzeumparkban Kiszebáb égetéssel ért véget. Az eseményen Sári Kovács Szilvia alpolgármester és Pánti Ildikó képviselő vettek részt. Szintén 18-án a Kátai Gábor kórházban a Zápolók napja alkalmából rendezett ünnepsége és díjátadáson Szepesi Tibor polgármester, Sári Kovács Szilvia alpolgármester, dr. Kanász Nagy László, Nagy László Erzsébet és Pánti Ildikó képviselők voltak jelen. 22-én Fabrice Kovács Mihály huszárezredes tiszteletére a Kovács Mihály tagiskolánál emléktábla avatásra került sor. Az emléktáblát az Amerikai Forradalom Leányai Nemzeti Társaság nevű amerikai női civil szervezet kezdeményezte és készítette. Az eseményen és a hozzá kapcsolódó programokon Szepesi Tibor polgármester mondott üdvözlő beszédet, és Sári Kovács Szilvia alpolgármester koszorút helyezett el a Kovács Mihály emlékkapunál és az új emléktáblánál. A rendezvényen részt vettek Karcagi Nagy Zoltán, Molnár Pál, Nagy László Erzsébet és Pánti Ildikó képviselők, valamint dr. Pintér Zoltán képviselő, aki az általa írt Fabrici Kovács Mihály című könyvet mutatta be a vendégek részére. 23-án az idősek otthona két telephelyének összevont farsangi ünnepségére került sor a Zöldfa úti telephelyen, ahol Molnár Pál és Pánti Ildikó képviselték az önkormányzatot. Köszönöm szépen, jegyző úrnak a tájékoztatást. Tisztelt képviselő testület, tisztelt televíziónézők! Tájékoztatom a jelenlévőket és a kedves televízió nézőket, hogy a gépjármű adóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 2021. január 1-től az önkormányzati adóhatóság helyett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, vagyis a NAV látja el. A 2022. évi gépjármű adó első részletét március 15-ig, a második részletét pedig szeptember 15-ig kell befizetni a NAV belföldi gépjármű adó bevételi számlára. Azok, akiknek a tavalyi évhez képest változott a gépjármű adójuk, azok idén is határozatot kapnak, akiknek viszont változatlan az adó összege, azokat értesítésben emlékezteti a NAV a fizetésre, úgyhogy még egyszer szeretném fölhívni mindenkinek a figyelmét, a tisztelt televízió nézőket és a képviselőtestületi tagok figyelmét is, hogy az első részletet ez év, tehát 2022. március 15-éig kell megfizetni. Tisztelt képviselőtestület, napi rendelőti kérdések feltevésére van lehetőség. Tájékoztatáson mondom, hogy a kérdések megválaszolására a napi rendek megtárgyalását követően kerül sor. Kérdezem, hogy van-e valakinek napi rendelőti kérdése. Ha nincs, akkor rátérünk a napirendi pontok megtárgyalására. Tisztelt képviselő testület, első napirendi pontunk, javaslat a Karcagvárosi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 önkormányzati rendelet módosítására. Az éves költségvetési rendeletet az első negyed év kivételével kell módosítani a képviselőtestület döntése szerinti időpontban, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig. Ezen jogszabályi kötelezettségének tesz most eleget ezzel Karcagváros önkormányzata, hiszen a 2021. évi 5/2021-es önkormányzati rendelet utolsó módosítására kerül sor, mely tartalmazza a központi költségvetésből lebontott támogatásokat, hozzájárulásokat és az egyes feladatokhoz az államháztartáson kívülről rendelt
kívülről és belülről is rendelt pénzeszközök előirányzatosítását, az előirányzatok közötti átcsoportosítást és minden olyan jogszabályi előírást, amelyet természetesen kötelezővé tesz számunkra a különböző paragrafusok. Ha jól emlékszem, akkor a költségvetés fő összegei 13.739.047.331 forint, csak azért mondtam, mert pontosan, mert András képviselő úr az előző ülésen egy kicsit soknak találta a 15 milliárdot, hát nem sokkal kevesebb volt a tavalyi költségvetésünk sem, úgyhogy nem egy olyan bődületes nagy különbség van a két költségvetés között, mint ahogy ezt az előző testület ülésen meglepődve tapasztalta. Vitára bocsájtom a napirendet, kérdés, hozzászólás van ezzel kapcsolatban? Karcagi Nagy Zoltán képviselő. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, jegyző úr, kedves képviselőtársak, tisztelt jelenlévők, tisztelt televíziónézők. 2021 évi költségvetés módosításáról szól a napirend, napirendi pontunk, ez a javaslat. A vonatkozó jogszabályi előírások alapján a képviselőtestület a költségvetési rendeletet negyed évente döntése szerinti időpontokban, valamint legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja, december 31-es határjal. Jelen módosító javaslat a 2021 évi költségvetés utolsó módosítása, mely összességében 1.026.906.060 forint bevételi és kiadási előirányzat növekedést tartalmaz. Bevételi oldalon pályázati támogatások kerültek beépítésre 830.412.347 forint összegben, melyből 34.801.184 forint az intézményeknél, 795.611.163 forint pedig az önkormányzatnál teljesült. Ezek közül szeretném kiemelni. Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése KEHOP pályázat támogatását 183.157.650 forint összegben. Nyitott közösségi terek kialakítása Karcagon, TOP pályázat 60.666.667 forint támogatás. Zárt kertek infrastruktúrális fejlesztése pályázat, csaknem 25 millió forint támogatás. Kerékpárút felújításának támogatása 147 millió forint. Sportcsarnok beruházás előkészítésének 133.148.070 forint a támogatása, valamint a közlekedés fejlesztési feladatok támogatásának 170 millió forintos összege. Államkötvény beváltása történt 299.026.362 forint összegben, valamint az államháztartásról szóló törvény előírásai figyelembe vételével az előirányzatok teljesítési adatokhoz történő korrekciója történt meg, a működési célú államháztartáson belüli támogatás, sok a közhatalmi bevételek, a működési bevételek, valamint a felhalmozási bevételek esetében. Kiadási oldalon a bevételek megfelelő jogcímre történő előirányzatosítása történt meg, különböző kiemelt előirányzatok közötti és belső átcsoportosítások, illetve a költségvetési szervek támogatásának változásai kerültek beépítésre. Ezen utolsó módosítással önkormányzatunk 2021 évi költségvetése bevételi és kiadási főösszege, amint már az előbb ez elhangzott, 13.739.047.331 forintra változik. A pénzügyi bizottság megtárgyalta és egyhangulat támogatta a napirendi pontot. A testületnek elfogadásra javasoljuk. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban. Panász Nagy László képviselő úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. Tisztelt polgármester úr, jegyző úr, képviselőtársaim, jelenlevők, tisztelt televíziónézők. Az ügyrend és jogi bizottság is megtárgyalta a múlt évi költségvetés utolsó módosítását, és egyhangulag elfogadtuk, és a testület számára megszavazásra javasoljuk. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás. Ha nincs, akkor én is elfogadásra javaslom, aki ezzel egyetért, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodás, egy hangulat került elfogadásra. Második napirendi pontunk, javaslat a Karcagvárosi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022-es önkormányzati rendelet módosítására. Ugye ezzel a rendelettel kapcsolatban is el lehet mondani, hogy az első negyed évben nem kötelező a módosítása ennek a rendeletnek. Továbbiakban is a képviselőtestület határozza meg azt, hogy mikor módosítja saját költségvetési rendeletét, de mivel ebben a rendeletben egy határidő volt megszabva, mégpedig 2022. március 15-e, hogy eddig tegyen a polgármester javaslatot a polgármesteri hivatalban, a közszférában dolgozó béremelésére, az illetmény alap megemelésére, ezért ez a javaslat elkészült, ebben a költségvetési rendeletben ez benne van, ezt tartalmazza. Ezen kívül a most beterjesztésre kerülő rendelet tervezetben a megalkotás óta eltelt időszakban a költségvetés, központi költségvetésből lebontott további támogatásokhoz és feladatokhoz rendelt pénzösszegek is belekerültek, így mintegy 305 millió 900 ezer forint előirányzat növekedést tartalmaz a költségvetésünk. Ez került lebontásra, beépítésre a költségvetésbe. Azt gondolom, hogy az írásos anyag ezt tartalmazza. Ettől függetlenül természetesen vitára bocsájtom. Kérdés, hozzászólások lehetőségére van idő. Karcagi Nagy Zoltán képviselő. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr! 2022. január 27-én fogadta el önkormányzatunk a 2022 évi költségvetési rendeletet. Jelen módosító javaslattal összességében 305 millió 939 583 forint bevételi és kiadási előirányzat növekedést tartalmaz, mely az elfogadás óta ismerté vált alábbi tételeket tartalmazza. Bevételi oldalon a kötelező feladatokhoz kapott központi támogatások kerültek beépítésre 7 millió 323 449 forint összegben. A Zádor hídhoz vezető út fejlesztése pályázat támogatásaként 298 millió 616 134 forintot kapott önkormányzatunk. Kiadási oldalon a bevételek megfelelő jogcímre történő előirányzatosítása történt meg, valamint az általános tartalékból biztosításra került a Zádor hídhoz vezető út fejlesztése pályázat, önerő része és az országos bringapark program pályázat keretén belül az erdei bringapálya építésének önerő szükséglete, valamint meghatározott feladatra intézményi többlettámogatások kerültek beépítésre a Délvidéki Kulturális Központ és a Karcagi Polgármesteri Hivatal részére. Ezzel a módosítással önkormányzatunk 2022 évi költségvetése bevételi és kiadási főösszege 15 milliárd 380 millió 462.336 forintra változik. Köszönöm szépen, elfogadásra javaslom. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás. Hanász Nagy László képviselő. Köszönöm szépen ismét a szót. Az ügyrendi és jogi bizottság is megtárgyalta a javaslatot, és mondhatom, hogy egy hangulat az ellenzéki képviselők révén is megszavazta ezt a javaslatot, is a testületnek is javasoljuk elfogadni. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás. Nincs akkor, ahogy az előző napi rendet én is elfogadásra javaslom, aki ezzel egyetért, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodás, meglepő módon egy hangulat került elfogadásra. Nyilván volt idejük átolvasni képviselő úrnak az elmúlt egy hónapban, és rájöttek arra, hogy mégiscsak jó az a költségvetés. Gondolom én. Nem várok választ. Harmadik napi rendi pontunk. Javaslat a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról szóló 23/2013-as önkormányzati rendelet módosítására.
Karcagváros önkormányzat képviselő testülete címbeli rendeletével szabályozza a város közigazgatási területén az ingatlanok házszámozására, címmegállapítására alkalmazandó jogi aktusokat. Ennek keretében lehetőség van javaslatot tenni. Az elmúlt időszakban egy tulajdonos kezdeményezte, hogy a tulajdonát képező külterületi tanyás ingatlan címe kerüljön megállapításra. Ez pedig az alábbi táblázatban, ahogy az anyagban kiküldése került, hogy egy Nagy Andrásné a 02004/3-as helyrajzi szám elnevezését szeretné ezt Nagy Tanya egy névvel kérni. Lehetőségünk van ezt megadni. Én azt gondolom, hogy tegyük meg, ahogy az előzőekben is megtettük ennek a névnek a jóváhagyását. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, aki ezzel egyetért, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodás, egyhangulat került elfogadásra. Negyedik napirendi pontunk, javaslat az önkormányzat tulajdonában álló helyi közutak, közterületek kezeléséről, valamint az útcsatlakozás létesítésének és a burkolatbontások szabályairól szóló rendelet tervezetre. Ugye van egy érvényben lévő rendeletünk, amely 2019-ben, ha jól emlékszem, 2020-ban került elfogadásra. Ez a rendelet szabályozza az önkormányzat tulajdonában álló közterületek kezelésének, védelmének és elterülő igénybevételének szabályait. A rendelet használata során felmerültek azonban olyan problémák, tapasztalatok, amelyek szükségessé teszik annak hatályon kívül helyezését és egy új rendelet megalkotását. Az új rendelet tervezett egyértelmű rendelkezéseket tartalmaz az önkormányzat tulajdonában álló közutak, közterületeken végzett munkálatokkal összefüggő helyreállításokra. Tekintettel arra, hogy a következő időszakban azért várható az ivóvíz, szennyvíz és ehhez hasonló rekonstrukciós javítások miatti közterületi használat, útbontások, ezért mindenképpen szükséges egyértelművé tenni a kivitelezők számára, hogy mi az, amelyet önkormányzatunk elvár a helyreállítást illetőleg. Szerintem az anyag, illetve a rendelet tervezet egyértelmű, gondolom volt ideje mindenkinek áttanulmányozni. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás van ezzel kapcsolatban. Kanász Nagy László képviselő. Köszönöm szépen, ismételten a szót. Az ügyrendi és jogi bizottság is megtárgyalta ezt a rendelet tervezetet. Átvitattuk a részleteket is, és végül is egyöntetően egyhangulag elfogadta a bizottság, és a testületnek javasolja ennek a rendeletnek ilyen formában való elfogadása. Köszönöm. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás. Ha nincs, akkor először is szeretném megköszönni a hivatali kollégáknak, munkatársaknak a nagyon jó anyag összeállítást, hiszen valóban egyértelművé teszi mindenki számára, de főleg a kivitelezők számára, hogy mi az, amelyet elvárunk a helyreállítások során. Elfogadásra javaslom, aki egyetért vele, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodás, egyhangulat került elfogadásra. Ötödik napirendi pontunk, beszámoló a Délinek Kulturális, Turisztikai, Sportközpont és Könyvtár 2021. évi tevékenységéről. A napirend előadója és szeretettel köszöntöm a teremben Sótonyi Szatmári Dóra igazgatóasszonyt. Kérdezem, hogy kiegészíti esetleg az írott anyagot? Igen, megadom a szót. Köszönöm szépen, polgármester úr, tisztelt polgármester úr, jegyző úr, képviselőtestület. A 2021. évi munkánkat nagyban befolyásolta a koronavírus helyzet. Néhány nagy rendezvényt tudtunk megvalósítani, hiszen május 17-éig zárban voltunk. Ez a Délini Kulturális Központ épületét jelentette, illetve a könyvtár épületét, a Városi Sportcsarnok egészen januártól már teljes kapacitással működhetett. A néhány nagy rendezvény mellett azonban maximális munkát végeztünk. Én úgy gondolom, és ezt köszönöm szépen a kollégáimnak, akik lehetővé tették, hogy minden olyan programot meg tudtunk valósítani, amit szerettünk volna. És nagy-nagy tisztelettel köszönöm meg a képviselőtestületnek azt a támogatást, amit
illetve az önkormányzatnak azt a támogatást, amit a munkánk elvégzéséhez adott. Bízom benne, hogy a jövőben is ezt a támogatást mind az anyagi és mind pedig a lelki támogatást meg fogjuk kapni ehhez a munkához. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Vitára bocsájtom az anyagot, és egyben jelzem, hogyha esetleg valaki hozzászól, akkor a 6. napirendi pontot is egész nyugodtan hozzá lehet venni a mostani hozzászóláshoz, hiszen az 5.-6. napirendi pont ugye az egyik a beszámoló, a másik pedig az ezévi munkaterv, amely azért nagyjából áthedésben van egymással. Pánti Ildikó képviselő asszony. Tisztelt polgármester úr, Erdő úr, kedves képviselőtársai, jelenlévők! Minden évben a Társadalmi és Idegenforgalmi Bizottság ülésén február hónapban napirendi pontot képez ez a téma, a Dériné Művelődési Központ előző évi tevékenysége, illetve az ezévi munkaprogram elfogadása. Így történt ez ebben az évben is, és az az örvendetes, hogy az elmúlt hét folyamán bizottságülés keretében tervezett munkarendi feladatunk és pontunk és elképzelésünk alapján helyszíni ülésen vettünk részt a Csokonai Könyvtárban, hogy egy kicsit mélyebben és behatóbban tudjuk ennek a nagy rendszernek a tevékenységét áttekinteni, illetve magát az épületet, amely ismerős számunkra jó rész kívülről, vagy éppen aki könyvtárba jár, láthatja azokat a helyiségeket, ahol a kölcsönzéssel vagy rendezvényekkel megfordulunk. De kevésbé ismert az épületnek az a területe, a földszinti alaksor, ahol nagyon sok értékes helyiség és a helyiséghez kapcsolódó tevékenységi kör anyaga található. Így történt ez most is, és érdeklődésünk középpontjában nem is tagadjuk, hogy ez nagyon fontos volt, és örömmel tettük a helyszíni bejárást. Köszönöm az igazgatóasszonynak, a könyvtár vezetőjének a kedves fogadtatást és a kedves kalauzolást. És valóban láthattuk azt, amiről szó esett, meg az anyagban is benne van, hogy ez az épület egység felújításra került, és ennek az épület felújítással valóban egy korszerű és követelménynek megfelelően kialakított helyiségek található. Örvendetes számunkra, hogy az alaksorban sok fiatal amatőr zenekar próbája zajlik, ami nagyon fontos, és a fiataloknak egyfajta lehetőség a tevékenységükhöz, illetve a munkájuk kiegészítéseként. És ami kapcsolódik a könyvtár tevékenységéhez, az pedig az az irattári rész, ami számomra is újszerű volt látni, hogy milyen sok értékes irattári anyag van elhelyezve szakképzett formában, és ahogy Kozma Dávid képviselőtársam kérdezte is az igazgatónőt, hogy tanulmányozásra is, mert hiszen nagyon sokan pályamunkával készülnek, adatokkal készülnek, tehát ez a lehetőség adódik. Láthattuk azt, hogy azok a leselejtezett könyvállomány milyen rendben és milyen precizitással található az épület adott részébe elhelyezve, illetve azok a könyvek is, amelyek majd selejtezés követően elszállításra várnak. És ezhez egy olyan áttekinthető és olyan, hogy úgy mondjam, minden feltétellel biztosított helyiségek, amelynek a szellőztetése, világítása, mert hiszen a könyvállománynak az elhelyezése, ahhoz is kell megfelelő feltétel és a feltételeket biztosítani. És elmondható, hogy a rendszer munkatársai ezt a sok-sok és felelősségteljes munkát sikerült elvégezni az utóbbi időben, ehhez a járvány is, hogy most jó vagy nem jó időszakban hozzájárult, de megoldották, és példaértékű. És én külön szeretném megköszönni
a könyvtár, illetve a Dérinyi Művelődés Központ dolgozóinak, hogy a járvány időszakban, amikor sajátos helyzetet kellett minden munkaterületen kialakítani, nagyon nagy szerepet vállaltak a karitatív munkában. A munkatársak a városért, az itteni lakosokért, és ez kérem legyen példa a továbbiakra nézve is, nem a járvány időszakra gondolok, hanem más módon is a karitatív tevékenységet, más módon is és sokféleképpen ki lehet fejezni. Természetesen mindenki bizakodva néz, és ehhez a következő napirend kapcsolódik. Ez évi tevékenység, bátrabban és bátran mernek tervezni, és legyen úgy, hogy segítségünkkel, támogatásunkkal, a munkatársak szakmai hitvallásával és tenni akarásával sikerül megvalósítani. Köszönöm, mindkét napirendet elfogadásra ajánlom, és köszönöm a lehetőséget, hogy körbenézhettünk az épületben, Petőtől Talpig. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, én azt gondolom, hogy kicsit könnyebb helyzetben vagyok talán a jelenlévő képviselőtársaimhoz viszonyítva, hiszen talán mélyebben ismerem a Dérinyi Kulturális Turisztikai Sportközpont és könyvtár munkáját, vagy talán lehet, hogy közülünk én ismerem a legjobban, és nagyon nehéz bármit is hozzátenni ahhoz, amit Ildikó néni elmondott, hiszen gyakorlatilag tökéletesen összefoglalta az elmúlt időszak, az eltelt időszak munkáját, hiszen valóban nagyon nehéz volt, abban a pandémiás időszakban olyan munkát végezni, amellyel mégiscsak egy kicsit közelebb lehetett hozni valamilyen szinten a kultúrát a város lakosságához, meg lehetett mutatni azokat az értékeket, amelyekkel a településünk rendelkezik, és ezt nagyon jól használta ki az intézmény, hiszen azokon az online felületeken, különböző média felületeken tudták tartani a kapcsolatot a város lakosságával, és én azt gondolom, hogy a város lakossága is megelégedésére, lakosságának is megelégedésére szolgált ez a lehetőség, és talán a jövőben nézve lehet, hogy ez egy pici előrelépést is jelent majd, akár a toborzás, akár a munka során is. Én csatlakozom Ildikó nénihez, és én magam részéről is, de azt gondolom, hogy a képviselőtestület valamennyi tagjának részéről is gratulálok az intézmény vezetésnek, az intézmény valamennyi munkatársának ahhoz a nagyon nehéz munkához, amelyet az elmúlt időszakban végeztek. És ha egy picit a következő napirendre is előre lehet mutatni, és ugye belenéz, de mindenki gondolom a munkatervben nem kevés rendezvény van tervezve erre az időszakra, még ha egy picit visszafogottan is, és biztos, hogy bővülni fog ennek a, ezeknek a rendezvényeknek a köre, hiszen azt azért tudni kell magáról a kulturális központról, hogy nem csak a saját rendezvényeket, nem csak az önkormányzati rendezvényeket támogatják, rendezik, segítik, hanem azokat a különböző civil szervezetek, általános iskolai, középiskolai rendezvények, vagy ne adj Isten, megyei országos rendezvényeknek a lebonyolításában is óriási szerepet vállalnak. Nem csak a helyszín biztosításával, hanem a hangosítással, szervezéssel, toborzással, hirdetéssel és sok-sok minden mással. Úgyhogy nagyon összetett az a feladat, amelyet ők elvégeztek, és el fognak végezni a munkaterv alapján ebben az évben is. Ehhez a munkához kívánok én sok sikert mindenkinek, kitartást, erőt, hiszen várható az, és ezt talán már a hétvégén megrendezésre kerülő kolbász ízesítő verseny is jól mutatja, hogy nagyon kiéhezett a város lakossága, mindenki arra, hogy rendezvények legyenek a városban, hogy egy kicsit ki tudjon mozdulni otthonról, hogy együtt legyen, hogy közösségben legyen, és talán egy picit felszabadultabban tudjon együtt rendezvényen örülni egymásnak, rokonoknak, barátoknak, és egy picit tudjon szórakozni. Úgyhogy várható a fokozott érdeklődés, nem csak ezen a rendezvényen, hanem a következő rendezvényeken is. Reméljük, hogy a Birka Főző Fesztiválon is hatalmas érdeklődés lesz majd, és meg tudjuk szervezni az eredeti formájában. Úgyhogy kitartást, erőt, jó egészséget kívánok, és jó munkát az intézmény valamennyi dolgozójának. Tisztelt képviselőtestület, csatlakozva az előttem szólóhoz, én is elfogadásra javaslom az ötös napirendet, hiszen külön kell szavaznunk,
tehát a Délvinné Kulturális Turisztikai és Sportközpont és Könyvtár 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadásra. Javaslom, aki ezzel egyetért, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodott, egy hangulat került elfogadásra. Hatodik napirendi pontunk, ahogy arról már beszéltünk, javaslat a Délvinné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár 2022. évi munkatervének jóváhagyására. Én azt gondolom, hogy átbeszéltük, mindenki látta az írásos anyagot, természetesen ez csak egy papír, a valódi munka az az intézményben fog majd zajlani, és azokon a rendezvényeken, amelyet mondtam, hogy majd még a számuk ezután fog jócskán bővülni, biztos vagyok abban, hogy nem három oldalon fog elférni majd a jövő évi beszámolóban, hanem közel 10-11 oldalon fogják majd sorolni, hogy milyen rendezvények kerültek megvalósításra. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás van-e az elhangzottakon túl? Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, aki egyetért fel, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodás, egy hangulat került elfogadásra. Köszönöm szépen, jó munkát kívánok! Hetedik napirendi pontunk, beszámoló a Györfi István Nagykun Múzeum 2021. évi tevékenységéről. A napirend előadója, mint ahogy az előzőekben is mondtam, ugye a jogszabály előírja a művelődési intézmények számára a beszámolót és a következő évi, ez évi munkatervet, így tehát egybevonjuk legalábbis hozzászólás szintjén a 7-es és a 8-as napirendi pontot, hiszen a 8-as pedig a Györfi István Nagykun Múzeum munkatervének a jóváhagyásáról fog szólni. Mindkét napirendi pont előadója dr. Nagy Molnár Miklós igazgató, akit nagy szeretettel köszöntök. Kérdezem, hogy ki kívánja egészíteni a napirendet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. A múlt év ugye, hát a járvány meghatározta mi munkánkat is, hiszen fél évig a múzeum sem volt nyitva. Viszont ennek ellenére, hogy egy ilyen telemás időszakot zártunk, jelentős eredményekről tudok beszámolni, amelyek lehet, hogy sokan követték, lehet, hogy sokan nem is tudják. 2020-ban ugye sikerült a múzeum közel 8000 darabos műtárgy állományának helyszolgáló Lónai Malomból elköltözzünk. Köszönhetően, és itt is szeretném nagyon megköszönni én is az önkormányzatnak, illetve polgármester uraknak és alpolgármester úrnak azt a munkáját, hogy megfelelő helyre tudtunk költözni a laktanyába. A költözés után a tavalyi év ugye a járványhelyzet miatt azért volt jó nekünk, hogy a háttér munkára, tehát a raktár elhelyezésére tudtunk jobban odafigyelni. Ott a munka továbbra is fog zajlani ebben az évben terveink szerint. A másik jelentős eredményünk, hogy több mint 10 éves álom valósulhatott meg azzal, hogy végre a fazakas házban megnyílhatott a fazakas műhely, és van fazakasunk is benne, tehát nem csak ott állunk egy üres műhellyel, és ezzel ugye programokat tudunk majd továbbiakban szervezni, főképpen terveink között szerepel fazakas szakkör létrehozása diákok számára, illetve megfelelő érdeklődés esetén felnőttek számára is. Úgyhogy, és akkor tulajdonképpen a fazakas ház nyitvatartása, látogathatósága is megoldódott, hogy egész évben látogatható innentől a fazakas házunk. Hát a harmadik eredmény, ami fontosabb eredmény, amire utaltam az elején, hogy több eredményünk is volt. A harmadik, amelyik már tavaly előtt is elindult, tavaly előtt, illetve korábban is megindult, a múzeumpedagógiai tevékenységünk, amelyik tavaly megerősödött, végre sikerült találnunk olyan munkatársat, aki megfelelő módon tudja ezt végezni. Úgyhogy tulajdonképpen a statisztikai adatok, amiket közöltem a beszámolóban is, lehet látni, hogy ugyan a látogatottság száma egy kicsit csökkent, viszont múzeumpedagógiai tevékenységünknek megfelelően a fiatalok látogatása
az viszont növekedett. Hát ebben az évben, hát ugye kiállításokra természetesen nem nagyon volt lehetőségünk, illetve hát van egy kiállításunk, amit már hosszabb ideje terveztünk, de különböző okok miatt átjött erre az évre, noha már túl vagyunk az évfordulón, hiszen itt van a római katolikus plébániának a 250. évfordulója, úgyhogy itt ragadom meg az alkalmat, hogy közöljem, hogy március 11-én 17 órakor a múzeumban egy kiállítás fog erről nyílni. Ami még ebben az évben jelentős programunk közé tartozik, majd össze tervezzük azt a immár hagyományosnak mondható konferenciát, amit a Debreceni Egyetem Történeti Tanszékével szervezünk. Ezen a konferencián lesz módunk arra, hogy megemlékezzünk arról, illetve megünnepeljük azt, hogy Karcag 150 éve rendezett tanácsú város. Úgyhogy ezekről majd időben fogunk szólni, időben fognak jönni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kiegészítést. Valóban nem telt eredménytelenül az az időszak a múzeum életében, amíg a pandémia miatt nem volt látogatható, hiszen ahogy igazgató úr is elmondta, azért a Rónai Malom átköltözésével, a Szél Malom felújításával, a fazekas műhelynek a kialakításával és az ottani rendbetétellel azért nagyon sok feladat adódott. Hál' Istennek ilyen szempontból jókor jöttek ezek a pályázatok, hiszen lehetővé tették azt, hogy egy picit nyugodtabb körülmények között tudja ezt a feladatát elvégezni. Tisztelt képviselőtestület, vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban van-e? Pintér Zoltán Árpád képviselő úr. Tisztelt polgármester úr, alpolgármester asszony, tisztelt képviselőtársak, tisztelt jegyző úr, kedves jelenlévők! Karcag Város Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága a 2022. évi február 14. ülésén a György István Múzeum éves 2021. évi beszámolóját meghallgatta, a 2022. évi terveket, munkatervét megvitatta. Ahogy itt az előbb múzeumigazgató úr összefoglalta, eredményes évet zárt maga mögött a múzeum. Ne felejtsük el, hogy a pandémia körülbelül az év felére olyan szinten ráterpesztett, hogy sem kiállítás sem nyitott múzeumi tér nem állt rendelkezésre. Ehhez képest, ahogy elhangzott a múzeum munkatársai, a múzeum által kezelt egyébként óriási közgyűjteményt azt kategorizálták egy helyre egységesen, lehetőséget állagmegóvásra lehetőséget adóan letárolták. Ennek ellenére ugye az év második felében múzeumi kiállítást is valósítottak meg, illetve ahogy elhangzott, a 2022. évre kecsegtető programmal kínálkoznak a város számára. Nem csak kulturális, közéleti, művészeti kiállítások vannak tervevéve, hanem ahogy elhangzott, és számomra különleg is nagy öröm, a Debrecen Egyetem Történelmi Intézetével és a Debrecen Egyetem Hallgatói Önkormányzatával közösen olyan tudományos konferenciát is kívánok megvalósítani, amely egy szép hagyományt gömbölítene tovább a város számára. Én nagy tisztelettel kérem a képviselőtestületet, mind a 7-es napi rendi pont, tehát a 21. évi program, mind a 8-as napi rendi pont, tehát a 22-es munkaterv támogatására és elfogadására. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! További kérdés, hozzászólás? Ha nincs, akkor én is csatlakozom, ugye az előző napi rendi pontoknál is. Most képviselő úrhoz és szeretném megköszönni a múzeum valamennyi munkatársának azt a munkát, amelyet elvégeztek az előző időszakban, hiszen többször elhangzott, hogy nagyon nehéz volt. Nagyon nehéz volt azokat a feladatokat elvégezni, itt elsősorban pályázatokra gondolok, azoknak a lebonyolítását és olyan szinten való megvalósítását, hogy azt majd, ahogy a munkatervben is szerepel, ebben az évben már további értéket tudjanak közvetíteni a város lakossága és az ide látogatók számára. Én bízom abban, és ugye tudom, hogy igazgató úrral ezzel kapcsolatban beszéltünk, hogy az új raktár ott a laktanyában előbb-utóbb esetleg olyan helyzetbe kerül, hogy talán látogatható is lesz mondjuk a nagy közönség számára, hiszen ott is olyan értékes dolgokat lehet megtekinteni, amelyek azonban kuriózumnak számítanak, nem csak a diákok, a gyerekek, hanem valamennyi érdeklődő számára, hogy raktárban mindig óriási öröm és kíváncsiság bemenni, hogy mi van még ott, ami nincs a múzeumban. Úgyhogy de tudom, hogy igazgató úr és munkatársai dolgoznak ezen a lehetőségen, ez egy újabb kulturális lehetőség lesz majd a városban, hogyha látogatóvá sikerül tenni.
Tisztelt képviselőtestület, én azt gondolom, hogy mindannyiunk nevében gratulálhatok igazgatónak, munkatársainak, és erre az évre is jó munkát kívánok, erőt, egészséget, kitartást, és nagyon sok vendéget a múzeumban, illetve a különböző látogatóhelyeken. Napirendi pontot, a hetes napirendi pontot elfogadásra javaslom, aki ezzel egyetért, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodás, egyhangulat került elfogadásra. A 8-as napirendi pontunk javaslat a Györfi István Nagykun Múzeum 2022. évi munkatervének jóváhagyására. Ahogy elhangzott, ezt is a bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja, és ahogyan én is mondtam az előbb, én is elfogadásra javaslom. Aki támogatja, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodás, egyhangulat került elfogadásra. Köszönöm szépen, jó munkát kívánok még egyszer igazgatóknak, munkatársainak elfogadása. 11-es napirendi pontunk javaslat a Karcagvárosban működő szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására. Ahogyan tudjuk, mindannyian Magyarország köztársasági elnöke az országgyűlési képviselők választását és a népszavazás 2022. április 3. napjára tűzte ki. A választási eljárásról szóló jogszabály alapján a választási bizottság választott és megbízott tagokból áll. Személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A szavazatszámláló bizottság tagjait települési szinten kell megválasztani. A jogszabály értelmében a választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be. A választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt a képviselőtestület, úgyhogy tisztelt képviselőtestület, kérem, hogy a határozatnak megfelelően a szavazat számláló bizottság tagjait és póttagjait válasszuk meg. Szavazásra bocsájtom, aki ezzel egyetért, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodás, egy hangulat került elfogadásra. 12. napirendi pontunk javaslat a Medikopter Alapítvány támogatására. A Medikopter Alapítvány, mint a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. Szerződéses támogatója kitűzött céljai megvalósításához kéri 2015 óta minden évben Karcagvárosi Kormányzatnak a támogatását. Én javaslom, hogy 2015 óta folyamatosan támogatjuk, tehát javaslom, hogy 2022-ben is támogassuk az alapítvány működését. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás van-e? Köszönöm szépen. Én is támogatásra javaslom, aki egyetért vele, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodott, egy hangulat került elfogadásra. 13. napirendi pontunk javaslat a Karcag belterület 139 per A per 2 helyrezi számú ingatlan résztulajdonának megvásárlására. Dr. Kovács László 2022. február 14. napján kelt levelében felajánlotta a Karcagváros önkormányzat számára a jelzett ingatlan közel 70, illetve valamivel több mint 70%-ának tulajdoni hányadát megvételre. Levelhez csatolta az ingatlan forgalmi szakértő, szaktanácsadó által készített szakértői véleményt is. Az ingatlan természetben Karcag Táncsis körül 15 földszint 2 szám alatt található, és a tulajdoni laktanúsága szerint teljesen tehermentes. Tekintettel arra, hogy az ingatlan elhelyezkedéséből, valamint méretéből adódóan jó lehetőséget biztosít a környező önkormányzati intézmények egyes szervezeti egységének kiszolgálására, illetve nyilván az önkormányzat egy olyan központban elhelyezkedő és bérelhető üzlethez, üzlet részhez jut, amely akár további bérlemény kiadására is lehetőséget biztosít. A kialkudott vétel ár, illetve a meghatározott vétel ár a piaci érték 70%-a, tehát a 28.400.000 forint vételárnak a 70%-a, azaz 20 millió forint. Én javaslom, hogy vásároljuk meg ezt az ingatlan részt, hiszen ezzel is növeljük az önkormányzat ingatlan vagyonát. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás van ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, aki egyetért vele, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodott,
3 tartózkodás mellett 7 igen szavazattal a napirendet elfogadtuk. 14. napirendi pontunk javaslata Karcag laktanyában lévő 5376/40 helyrajzi számú 185 négyzetméter alapterületű nem lakás céljára szolgáló helység a Karcagi Hagyományőrző Talpas Íjászkör Egyesület részére történő bérbeadása. Az Íjászkör használja már ezt a területrészt. Kérelemmel éltek, hogy továbbra is szeretnék használni edzéseik, téli edzéseik megtartására, illetve raktározási célra. Én azt gondolom, hogy ha ezzel tudjuk támogatni az ő munkájukat, azt a hagyományőrző munkát, amelyet elvégeznek, elvégeztek az előző időszakban is, és én azt gondolom, hogy nagyon eredményesen végeznek, akkor szerintem támogassuk mindenképpen ezt a, ezzel a lehetőség biztosításával az ő munkájukat. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás. Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, aki egyetért jelezze, igen, nem, tartózkodás, egyhangulat került elfogadásra. 15. napirendi pontunk javaslat a Városi Élelmezési Munkacsoport megalakításáról szóló rendelet, illetve határozat módosítására. Még tavalyi évben, december 16-án határoztunk egy élelmezési munkacsoport felállításáról, képviselői indítványra is, illetve nyilván működött már ez valamikor, tehát egy kicsit frissítettük ennek a bizottságnak a munkáját, illetve a tagjait, azonban az egyik állandó meghívott jelezte, hogy egyéb elfoglaltságai miatt nem tud ebben a munkában részt venni, így javaslom, állandó meghívottként Zsoldos István közegészségügyi szakértő meghívását ebbe a bizottságba. A vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás van ezzel kapcsolatban? Ő tudja vállalni, tehát le van vele egyeztetve. Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, aki egyetért jelezze, igen, nem, tartózkodás, egyhangulat került elfogadásra. 16. napirendi pontunk javaslat a fotovoltaikus 15 megawatt kapacitású erőmű megépítéséhez szükséges terület biztosítására. Tisztelt képviselőtestület, az ABO Wind Hungária Kft. 7 hektáros önkormányzati és 24 hektáros idegen tulajdonú területen összesen 15 megawatt kapacitású naperőművet szeretne létesíteni, melyhez az önkormányzat tulajdonában álló közel 7 hektáros, talán valamivel nagyobb is, mint 7 hektár, 7 egész valamennyi hektár a pontos mérések alapján, bár nagyjából tudjuk. Tehát ezt a területet szeretné megvásárolni, amely kialkodott vételárhoz képest valószínűleg növekedni fog, hiszen 7 hektára szólt az anyagban is szereplő 40 millió forintú száfa, de mivel arányosan növekszik a terület, így arányosan ez az összeg is növekedni fog, és inkább az 50 millióhoz fog majd közelíteni, amikor a végleges terület megosztással, amelyet majd a szakemberek fognak elvégezni, kijelölésre kerül a valódi mérete ennek a területnek, és hát természetesen a vételáron felül, amelyre először egy előszerződés kerül majd kötésre, és utána, amikor minden feltétel teljesül, akkor lesz majd egy végleges adásvételi szerződés. Tehát ezen az adásvételen túl a iparűzési adó bevételünk is növekedni fog, tehát mindenképpen a gazdasági érdekünk is az, hogy ez a napelem park ide tudjon települni erre a területre, és megkapja azokat az engedélyeket, amely szükséges a megvalósításhoz. Vitára bocsájtom a napi rendet, kérdés, hozzászólás van. Molnár Pál képviselő. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők, kedves televízió nézők. A mezőgazdaság és környezetvédelmi bizottság felvette a naprendi, megtárgyalandó naprendi pontok közé ezt a naprendi pontot is. Elég komoly tájékoztatást kaptunk, elég hosszú, nem is vita, hanem beszélgetés alakult ki ezzel kapcsolatosan, és egységesen az volt az álláspont, mi is lehetne egy megújuló energiaforrás esetében, amely ki tudja váltani a fosszilis energiahordozókat, hogy kiemelten támogassa az önkormányzat. A bizottság is ezt javasolt a bizottsági tagoknak, elfogadta egyhangulat, és a képviselőtestületnek is elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! További kérdés, hozzászólás?
Én is azt gondolom, hogy a képviselő úr is elmondta, illetve a bizottságülésen is elhangzott valóban a beruházás, mint egy 12 millió euró nagyságrendet képvisel, és valóban megújuló energiaforrásról van szó, és az iparűzési adóbevétel pedig azt gondolom, hogy mindenképpen jól jön az önkormányzat bevételeihez, hiszen ezt hiányolt a képviselő úr is az előző havi hozzászólásában. Mondtam akkor is, hogy dolgozunk nagyon sokat azon, hogy hogyan lehet a bevételeinket növelni. Itt a jó példa. További kérdés, hozzászólás. Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, aki támogatja, jelezze, igen, nem, tartózkodás, egyhangulat került elfogadásra. 17. napirendi pontunk, amely biztos, hogy ilyen számmisztika, hiszen 17 jelentést tartalmaz a 17 napirendi pont. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Egybe teszem föl a kérdést, illetve egybe bocsájtom vitára a 17 jelentést. Bárkinek bármelyikkel kapcsolatban kérdezem, hogy van-e hozzászólás, a kiegészítése. Ha nincs, akkor a 17. napirendben a 17 jelentést egyszerre teszem föl szavazásra. Ezzel egyetért kérem jelezze, igen, nem. Tartózkodás, egy hangulat került elfogadásra. Tisztelt képviselő testület, a 18-21. kerülő napirendi pontok tárgyalásánál zárt ülést rendelek el. Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy az önkormányzati törvény 46 paragrafus 3. bekezdése értelmében zárt ülésen a képviselő testület tagjai, a nem képviselő testület tagjai közül választott alpolgármester, jegyző, aljegyző, továbbá meghívása esetén az érintett és a szakértő vehet részt. Ezért meg... 22. napirendi pontunk javaslata 2022. évi lakossági víz és csatorna szolgáltatás támogatására való pályázat benyújtására. Ahogyan a írásos anyag is tartalmazza, a lakossági közműves ivóvíz ellátás, szennyvíz elvezetés és tisztítás költségeinek lakossági felhasználásból származó árbevételt meghaladó veszteségeinek megtérítésére az önkormányzatokon keresztül pályázat útján támogatási igény nyújtható be. Én javaslom ennek a támogatási igénynek a benyújtását, hiszen ez segíteni fogja önkormányzatok működését. Vitára bocsájtunk, kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, akkor támogatásra javaslom, aki egyetért jelezze, igen. Nem tartózkodott, egy hangulat került elfogadásra. Tisztelt képviselőtestület, a napirendek megtárgyalásának a végére értünk, és mivel napirend előtt egyéb kérdések megválaszolására nem került sor, azért nincs mit megválaszolnom. Bár azt gondolom, hogy én egy picit azért elvártam volna András Jobbikos képviselő úrtól, hogy feláll és elnézést kér, hiszen nem mehetünk el, azt gondolom, szótlanul anélkül a számomra megmagyarázhatatlan tett nélkül, amelyet az előző testületi ülés előtt tett, és amelyen a kamerákon keresztül azért valamilyen szinten üzent a harcag lakosságának. Tehát én azt kérnék képviselő úrtól, hogy ha már elnézést nem kér, akkor legalább tartózkodjon legközelebb az ilyen cselekményektől. Köszönöm szépen. Próbáljunk képviselőhöz méltóan viselkedni a képviselő testületi ülésen, a előtte is, meg a teremben is. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselő testület, bejelentem, hogy legközelebb munkaterv szerint... Köszönöm szépen. Bejelentem, hogy legközelebb munkaterv szerint 2022. március 31-én csütörtökön 15 órai kezdettel ülésezik a képviselő testület. Van-e valakinek javaslata erre napirendi pont az ülésre? Amennyiben nincs, úgy köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, további szép napot kívánok mindenkinek. Thank you.